itt vagyunk tulajdonképpen a ferencvárosi kihúzó vágányoknál. Hát nagyon ritkán szokott ide, egészen ide kijönni vonat, hiszen itt mögöttünk még a határutat hallhatjátok, láthatjátok, nem tudom pontosan. És hát ez valami eszméletlen, amilyen látvány most itt a naplementébe tárul elénk így szeptember végén. Úgyhogy valami egészen elképesztő. Sokat nem fogunk besétálni itt, hiszen ez üzemi terület, de nagyon itt nem kell attól tartani, hogy jön egy vonat, mert eléggé ritkán szokták idáig kitolni. De volt már rá példa, több ízben láttam is ilyesmit, sőt volt itt szerencsétlenség is, amikor még, hát nem tudom, hogy a Burma okozta-e, de arra emlékszem, hogy itt egy vonat kirohant, aztán villamossal is ütközött, még UV-val. Ebből látszik egyébként, hogy még soha nem sétáltam be eddig se igazából itt, hogy nem is tudtam, hogy itt van egy iparvágányi kiágazás, és ugye itt mellettünk konkrétan az Illatos úti telep van. Hát igen, erről sokat lehetett hallani, ugye, hiszen rengeteg olyan mérgező dolog maradt itt, aminek nem kellett volna itt maradnia, ugye. Tavaly talán, vagy az év elején szóltak erről főleg a hírek, de hát tudtommal ez azóta sem teljes mértékben megoldott. És hát itt egy kapu, és ezt még soha sem láttam, megmondom az őszintén, pedig itt lakom ettől az egésztől egy kilométerre mondjuk. Úgyhogy ez nekem teljesen kimaradt, megmondom az őszintét, itt van a leágazás és a gyönyörű naplemente. Igazából ez pont az a pillanat, amikor az ember rájön arra, hogy tulajdonképpen annyi ismeretlen dolog van még mindig a lakókörnyezetében, holott ezt az egész videózást igazából most már 3 éve csinálom, és tényleg majdnem minden napon benne van. De látjátok, mindig találunk valami olyat, amit eddig még nem láttunk, és nem is kell ehhez sokszor távolra menni. Hát most az kinek érdekes, kinek nem. Nekem például az a kiágazás mindenképpen érdekes volt. Egyébként frankon mondom nektek, nem szoktam ilyet mondani, de beszartam. Komolyan, olyan félelmetes volt ott arra fele-felfele, mert hihetetlen, hogy itt a határút, ott az Illatos út, és ott középen állva full csönd, és csak azt hallott, hogy a madarak ilyen, nem tudom, ilyen, mint a varjak lennének, amik árognak, meg közben innen a gyár területről, itt az Illatos úti telepről mindenféle furcsa ilyen morajok jönnek ki. Tehát ilyen egész ilyen horrorisztikus volt. Pont tegnap néztük az asszonnyal a kedvencek temetőjét, úgyhogy hát egy kicsit berosáltam, esküszöm, gyerekek, tehát hogy nagyon durva volt így a feeling. Úgyhogy hát most már megyünk vissza, egyébként most már nagyon közel vagyunk a határúthoz. No, és akkor itt vagyunk, ugye, ahonnan elindultunk, éppen egy hármas ott elzúdul, gyönyörű egyébként még mindig így a naplementébe az egész. És akkor ugye van itt nekünk 3 vágányunk, és igen, a középső, talán a középső volt a Burma vágánya, de ezt most így azért nem merném nektek azt mondani, hogy igen, tehát ez 100%, de igen, azt hiszem, hogy az volt. És akkor ugye van egy vágány, ami még elkanyarodik, és egy ívben tulajdonképpen párhuzamos lesz egy nagyon-nagyon rövid szakaszra villamossal, de az tényleg nagyon-nagyon rövid szakaszra. Na, itt vagyunk a szélső vágányon, alapvetően egyébként furcsa, és azt vettem észre, úgyhogy, és ezt csak most vettem észre, hogy nézzétek, a jelzők azok abszolút nem, azok nem működnek. Pedig nem mondok, vagy nem akarok nektek hazudni, de annyira nagyon régen nem volt az, amikor itt vonatot láttam. Tehát, hogy nem tavaly volt, meg nem tavaly előtt, de mondjuk mit tudom én, 4-5 évvel ezelőtt biztos. És tulajdonképpen a kis Burma egyik legnagyobb maradványa és látványossága az ez a sorompó tartó elem. Ez itt ragadt tulajdonképpen. És ugye itt jött át valamikor a határúton a
a kis Burma is ugye haladt arra tovább, ahonnan az imént jöttünk.